Egy ilyen kis minikertnek az elkészítése az abból áll, hogy kiválasztjuk elsősorban azt az alapot, amiben elhelyezzük. Ez lehet egy kis kosárka, lehet egy nagyobb virágcserép, lehet akár egy ilyen eh, nagyobb kaspó is. A lényeg az, hogy el tudjuk utána rajta helyezni a dekorációkat, illetve a növényeket is el tudjuk beleültetni. Nagyon fontos a virágföldnek a kiválasztása, ezt mindig az adott növényhez mérten választjuk ki. Vannak olyan virágok, amelyek a kifejezetten virágföldet szeretik, de például ha kaktuszokat ültetünk, akkor annak inkább a homokos talaj az, amit inkább szeret. Emellett ki kell választani természetesen a különböző növényeket. Érdemes olyan növényeket választani ebbe a minikertbe, ami nem nő túl nagyra, ami hosszú távon meg tud maradni, illetve ami tartós és a körülményeknek megfelelően jól fogja magát érezni ebbe a kis minikertbe. Tehát elegendő helyet kap ahhoz, hogy ő ott tudja növekedni. Fontos, hogy gondozzuk a növényeket, és fontos az, hogy megfelelő tápanyaggal lássuk el. Emellett egy ilyen minikertbe miután már elkészült, illetve kiválasztottuk a növényeket, és elgondoltuk azt, hogy hogyan kell elhelyezni benne, még a dekoráció kerül fel rá, és ezek a kis dekorációk nagyon sok mindenből készülhetnek, vagy összeállhatnak. Ezekhez lehet saját magunknak is gyűjteni hozzávalókat, erdőbe, vagy kint a fák széléről, akár az udvarunkba is mohát szoktam gyűjteni, különböző ágakat, tobozokat, egyéb olyan természetes alapanyagú dolgokat, amelyekkel nagyon szépen ki tudjuk a kis kompozíciónkat emelni, és amivel a kis kompozíciónk még inkább színesebbé és ilyen vidámabbá válik. Emellett folyamatosan gyűjtöm a kis alkatrészeket, illetve a kis kellékeket hozzá, ezeket nagyon sok esetben megkapcsolódik, a barátaimtól, hisz ilyen gyerekjáték, figurácskák is sok esetben felhasználásra kerülnek, de bármilyen ilyen kellékes vagy egyéb ilyen ajándék tárgyas be lehet őket szerezni, hobbiboltba is beszerezhetőek, illetve egyedül is elkészíthetjük őket, a gyerekek nagyon szeretnek ezzel foglalkozni, és idén karácsonyra például ilyen kis manókat készítettünk a keresztlányommal. Számos kis alkotás készült el már idén is karácsonyra. Ez a csináld magad rényszarvas, nem kell hozzá egyéb, mint ilyen faanyagot szerezünk. A szemei azok zokniból készültek, egy szilikonpisztollyal pedig beragasztottuk ágaknak ide a fülét, és van neki farkincája is. De ezen kívül csináltam már egy ilyen kis karácsonyfa imitációt is, adventi koszorút, illetve sikerült összerakni egy ilyen kivilágított kis mécsesekkel teli kis falut, ahol még ilyen kis havacska is látszik, mintha leesett volna. Elsősorban magamnak készítem, de nagyon szívesen készítek a barátaimmal, vagy nekik a gyerekeikkel is, és szoktam ajándékozni is ezeket a kis alkotásokat. Idén csináltam egy nagyon szép adventi édesanyáméknak, illetve az egyik barátom is kapott tőlem egy ilyen adventi és egy szép ajtódiszt.